Szevasztok! Most kaptam egy hírt, hogy állítólag a Kovács Kristóf itt van a Győri kapuba. Itt vagyunk a Győri kapuba. És kaptam egy címet, hogy állítólag a rostélyos étterembe szokott bemenni. Majd mindjárt benézünk oda. Szépen most megyünk oda lefele, haladunk, araszolunk. Megtudom azt, hogy hol lakik, vagy megtudom, hogy ki ez. Megtudom azt, hogy hol tartózkodik. Azonnal rámegyek a címére. Meg fogjuk kérdezni, hogy ő kiről tesz ki videókat az internetre. Kijöttem ide most busszal. Állítólag itt lakik a Kovács Kristóf. Valahol a környéken. Itt van a... Kaptam egy olyan információt, hogy a rostélyos étteremben szokott tartózkodni. Mindjárt most meg is nézzük az éttermet. Majd mindjárt megkérdezzük, hogy... Hol lakik? Mert ha kiderül, hogy hol lakik, most rámegyek a lakcímére. Itt az étterem, mindjárt megnézzük, hogy nyitva van-e. Úgy látszik, nincs nyitva. Jó, nem mutatom az éttermet, mert annak nem csinálok reklámot, szóval állítólag itt szokott tartózkodni, itt szokott enni, és itt van valami közeli sportpálya. Sportpályán szokott lenni. Majd most, hogyha elkapom, megkérdezem tőle, hogy kiről csinál videókat, megkérdezem, hogy kinek ugat, kinek írogat, ki az a golyó, meg ilyenek, mert feltehetőleg, hogy ő nem először csinálja már ezt. Egyedre! Feltehetőleg, hogy ő már nem először csinálja ezt. Valószínűleg, hogy benne van ebben a trollkodásban, hogyha ezt régebben csinálja, akkor tudja, hogy ki az a golyó, meg kik azok, akik surányzoli oldalakat, meg nyitnak, meg ilyenek. Elkapom.